Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a 35 perc, a Kölcsei Televízió közéleti műsora november 6-án, hétfőn. Még néhány napig lehet jelentkezni a Nébik élelmiszerpazarlással kapcsolatos felmérésére. A részletekről később, most nézzük a kínálatot. Esélyteremtés, munkavállalási lehetőségekről tartottak tájékoztatót romáknak Nyíregyházán. Fejlődés, mozgalmas évet zárnak idén Gávavencsellőn. Maradék nélkül még lehet jelentkezni a Nébik felmérésére. Magyarországon a romák 80%-a jelen van a munkaerőpiacon, ami komoly előrelépés, mondta el Sztojka Attila, roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos Nyíregyházán. A szakmai konzultáción a belügyminisztérium által elkülönített, mintegy 653 millió forintos keretösszeg lehetséges lehívásairól tartottak előadásokat. A rendezvényen Karab Zoltán járt. Zsúfalásig megtelt az Észak-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyíregyházi kirendeltsége, ahol az idei évben megnyíló pályázatokkal kapcsolatban tartottak előadást. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében összesen több mint 140 roma szervezet található, amely országos viszonylatban az egyik legtöbbnek számít. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot 2019-ben hozta létre a belügyminisztérium. Azóta a vármegyében Mátészalkán, Fehérgyarmaton és Berkeszen is működik fejlesztési központ. Az elmúlt 10 évben azok a megyék, amelyekben számottevő a romák aránya, itt többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, nagyon nagy utat tett meg. És a legjobb példa az, hogyha a foglalkoztatási helyzetet nézzük, hiszen minden munka, minden program akkor hatékony, ha a végén a foglalkoztatási téren is előrelépés történik, és etéren pedig egyértelműen az látszik, hogy országosan, és ezen belül is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, az egy kiemelten nagy lépéseket tett meg, éppen ezért is lényeges, ha arról beszélünk, hogy országosan a romák foglalkoztatási arányát, ha nézzük, akkor elmondható az, hogy 80%-a foglalkoztatva van. Nyilván vannak olyan térségek, vannak olyan települések, ahol még van erőforrás, mert hiszen mi a romákra erőforrásként tekintünk, és ezt az erőforrást a jövőben is ki akarjuk aknázni, és a jövőben is az esélyteremtés eszközrendszerével igyekszünk a munkaerőpiacra lehető legrövidebb időn belül integrálni az ő részüket. A mai napon is azért vagyunk itt, mert minden olyan eszköz, amely közvetlen vagy közvetetten hozzájárulhat az emberek foglalkoztatásához, foglalkoztathatósági helyzetének a javításához, azok mind-mind szükségesek, és ezeket kívánjuk a jövőben is erősíteni. 653 millió forintos keretösszeggel hirdettünk meg három fő felhívás keretében, hat témakörben pályázatot, amelynek a célja az az, hogy azok a civil szervezetek, roma civil szervezetek és roma nemzetiségi önkormányzatok, akik ott vannak a terepen és dolgoznak naponta, azokhoz olyan eszközök, olyan fajta beruházások és olyan fajta körülményeket javító beruházások valósulhassanak meg, amelynek segítségével hatékonyabban tudják ellátni a feladataikat. És hogyha nagyobb tömbökre osszuk a felhívást, akkor alapvetően az elsődleges cél az az, hogy a roma nemzetiségi önkormányzatoknak legyen lehetőségük informatikai eszközök beszerzésére, hiszen a pályázatok írása, a szakmai munka megfelelő eszközök nélkül szinte lehetetlen megvalósítani. Éppen ezért a célunk az az, hogy minden nemzetiségi önkormányzat informatikai eszközökhöz tudjon jutni, erre adunk forrást, és illetve ennek keretében be is szerezhetik. De említhetném a másik kettő nagyobb pályázati csomagjainkat, amelyben az egyik vonatkozásában olyan modellprogramokat akarunk támogatni, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű emberek mind kulturális, mind pedig szoció helyzetük javításában segítkezhetnek azok a civil szervezetek, illetve roma önkormányzatok, amelyek ott vannak a területen és a terepen. Ennek keretében infrastruktúrális karbantartásokra és ugye az irodahelyiségeik javítására és modernizációjára van lehetőség. A harmadik pedig olyan modellprogramok, amelyek kifejezetten egyediek és kifejezetten hozzá tudnak járulni a társadalmi vállalkozások kialakulásához, amelyek képesek lehetnek munkahelyeket létrehozni speciális helyzetben, speciális körülmények között. Ilyenekre vagyunk kíváncsiak, és ezért adunk lehetőséget arra a pályázóknak, hogy ezt bemutassák és megvalósítsassák. És amennyiben sikeres, akkor ezt szeretnénk országosra is kiterjeszteni. A pályázati tartalom az, ami meghatározza a pályázhatóságot.
Magyarországot. És abból a szempontból, hogy ha egy nemzetiségi önkormányzat más forrásból újítja föl akár az épületét, akkor nyilván itt nem vehet igénybe, mert ez egy dupla támogatás lehetne. Mi ezt igyekszünk kiszűrni, és nyilván egy nyilatkozatot is kell tennie majd a pályázónak e téren. De ugyanabban a témában, ugyanabban a programra, ugyanarra a programra ebből a forrásból nem részesülhet, ha már egyszer arra kapott forrást. Ugyanakkor mi igyekeztünk olyan programelemeket meghirdetni, amelyekre még nem volt lehetőségük pályázni, és igyekszünk olyanokat támogatásban részesíteni, amelyek az elmúlt években igazából nem voltak ellátott területtel rendelkezve. Mivel sokaságról beszélünk, ezért azt reméljük, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében számottevő pályázat fog bejönni, és ennek keretében számottevő sikeres pályázatot tudunk majd támogatni. A pályázatok megvalósítási időszaka 2023. október 1-től 2024. szeptember 30-áig tart. A pályázók körébe a roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, vallási egyesületek, non-profit gazdasági társaságok, valamint egyházi jogi személyek tartozhatnak. Az informatikai infrastruktúra fejlesztésre az érintettek maximum 550 ezer forint, a modellprogramok megvalósítására maximum 10 millió forint, a roma hálózatok kialakítására pedig szintén maximum 10 millió forint támogatásra pályázhatnak, amelyeket elektronikus úton lehet benyújtani november 15-éig. Turisztikai fejlesztésekkel csábítanának még több látogatót Gába Vencsellőre. Emellett elkészült a római katolikus templom felújítása is, amely a helyi hitélet szempontjából volt kulcsfontosságú. Sikerült-e minden az idei évre tervezett fejlesztést elindítani, és milyen elképzelések vannak a jövő évre nézvést? Vendégünk Berec János, Gába Vencsellő polgármestere. Jó estét kívánok! Jó estét! Beszéljünk először a turisztikai fejlesztésekről. Gába Vencsellő azért eléggé közel fekszik a Tiszaparthoz. Mennyire szeretnék ezt kihasználni, mennyire használták ki az elmúlt időszakban, illetve vannak-e tervek ugye erre vonatkozóan? Igen, tehát komoly terveink vannak a jövőre vonatkozóan, illetve eddig is igyekeztünk megmozdítani, életben tartani a tiszaparti feelinget, így szoktuk mondani, illetve olyan rendezvényeket, programokat kitalálni, amelyek már egy kicsit előre vetítik a mi jövőbeli elképzeléseinket is, és ugyebár most nyílnak majd meg a turisztikai szegmensek a pályázatokban, amiket majd jövő évre kell beadni, már dolgozunk rajta, közösen térségi gondolkodásban is a környező településekkel, illetve hát nekünk is, mint Gába Vencsellőnek is vannak saját elképzeléseink. Interreges pályázaton keresztül már a kastélyunkra beadtunk egy pályázatot, illetve top turisztikában megvalósult egy szentképgyűjteményes ingatlanunk a felújítása, ezáltal a jelenlegi gyűjtemény átkerül egy méltóbb épületbe. Úgyhogy van több olyan tervünk, akár programokra is gondolok, amelyek egy kicsit a turisztikához köthetőek. Már a jövőre lekötöttük a 24-es kastélykerti színházi estékhez a programjainkat. A tiszai challenge szervezése is zajlik, tehát amely minden évben egyre jelentősebb létszámmal van jelen itt a sportesemények között. Úgyhogy az éven is úgy gondolom, hogy egy gazdag és tartalmas évet zártunk Gába Vencsellőn. Tehát kicsit, nem azt mondom, hogy túl zsúfolt a sikeredet, de kicsit túltoltuk a szekeret, ahogy szoktuk mondani. Hát lehet, hogy a Covid utáni újraindítás miatt érezhették ezt, nem? Igen. Tehát a kollégák, igen, valószínűleg egy kicsit túlfeszítettük a határainkat is, tehát azért mi egy kis település vagyunk, de igyekszünk oda tenni magunkat ezekhez a dolgokhoz. Beszéljünk egy kicsit a Dezsőfi kastélyról. Itt milyen fejlesztések zajlanak? Tehát, ahogy mondtam, ott színházi estéket indítottunk jó pár évvel ezelőtt, és hát a végső cél persze majd a kastély felújítása lenne. A jelenlegi gazdasági körülmények között azért persze még ettől kicsit messze vagyunk, de úgy gondolom, hogy kulturális élet szempontjából, illetve hogy képbe legyen a kastély állandóan, ez lényeges, hogy ott mozgalmas élet zajlódjon. És kulturális programokról van szó? Igen. Tehát, vagy másfajta felújításról is? Hát a felújítás az részben megtörtént valamikor egy tetőfelújítás a jelenlegi tulajdonos által. Most, amit beadtunk, egy interreges pályát, egy szlovák-magyar határon átnyúló. Ebben inkább egy kicsit ökoszemlélet, tehát a kertet szeretnénk belőle rendbe rakni, a kerítéseket, tehát ugye egy kicsit a környezetet élhetőbbé tenni.
amely még vonzóbbá teszi a kastélykerti estéket, és mondom, tehát ezáltal már, tehát le vannak már kötve a 24-es programok, úgyhogy én gondolom, egy tartalmas végjátékokkal, operettekkel tűzdelt nyarat fogunk jövőre is magunk mögött tudni. A Szentkép gyűjtemény létrehozása is zajlik, ugye ez még nem fejeződött be, az épületet már felújították. Így van, ez egy komplexebb megyei projektnek a kis pici része, a miénk a Gálváncselő. Sváb vonalon valamikor régebben elkezdődött a településen szentképeket, idősektől begyűjtött kegytárgyaknak az összegyűjtése, amely egy ingatlanban most el van helyezve, persze ez is látogatható, tehát kiállítás formájában, de mégis egy méltóbb körülményt szerettünk volna adni ennek. Évekkel ezelőtt nyílt ez meg ez a lehetőség, most jár még a végénél ez a beruházás. Még van egy-két apróság, bútorok, illetve egyéb technikai eszközök beszerzése, illetve majd az átköltöztetés, úgyhogy szerintem jövőre már az is, a jövő nyár folyam már látogatható lesz. Uh-huh. Tehát akkor összehozzák is a gyűjteményt, és be is rendezik. Abszolút, az... így van. Beszéljünk akkor egy kicsikét a gazdasági életről. Hát egy település életében gondolom azért ez is nagyon-nagyon fontos. Az elmúlt időszakban is próbálták megalapozni azt, hogy Gálváncselő hosszú távon is stabil lábokon tudjon állni, és fejlődni is tudjon. Hát így van, tehát ahogy mondtam, kis település vagyunk, és mint mostanában azért a vidéki kis településeknek a sorsa nagyon nagyban függ a gazdasági, az ország komplex gazdasági helyzetétől. És én is, mint pénzügyes, mindig a pénz irányából próbálom megfogni, tehát ha nincs pénz, akkor lehet nagyokat álmodni, tehát elő is kell teremteni valahonnan. Éppen ezért nagy jelentősége van annak, hogy nálunk azért vannak nagy cégek, akik jelentős iparűzési adó bevételt termelnek számunkra, az ő erősítésük lényeges számunkra, illetve több kisebb vállalkozásnak is a beindítása, és a belügyminisztérium által egy gépberuházásos pályázat kapcsán tavaly előtt beadtunk egy zöldséggyümölcsfeldolgozóra egy pályázatot, amit meg is nyertünk, meg is valósítottuk, és az éven már működött is, tehát már mi február óta keményen dolgoztunk a feldolgozóban, nem kevés profitot is termelve, ezt is elárulhatom, tehát úgy gondolom nem volt hasztalan ez a beruházás, és ez is alá dolgozunk ezeknek a nagy cégeknek, illetve hát a rászorulóknak, illetve annak a rétegnek tudunk munkát biztosítani, akik már máshol nem nagyon tudnak elhelyezkedni. Tehát a gyümölcsfeldolgozó, és ezen túlmenően pedig még mely olyan szegmensei vannak az önkormányzat gazdasági életének, amelyek akár segíthetnek abban, hogy további biztos alapok maradhassanak? Hát közmunka programot üzemeltetünk, ugye vár, amely én úgy gondolom a mai viszonyok között már nem ugyanazt tudja, mint mondjuk 5-6-10 évvel ezelőtt, tehát már nagyon sokan valóban elhelyezkedtek az elsődleges munkaerőpiacon, ahogy a kormány szándékai is ez voltak. Tehát elérte a célját. Én úgy gondolom, hogy a településünkön végképp elérte a célját, tehát valamikor azért 200 közeli közmunkás volt a településen az indulás időszakában. Ma már, hát hagyd ne mondjam, hogy 20-30 ember megválasztja ezt a vonalat, akiknek a feladata egyáltalán a település fenntartása is, illetve még mellette az egy kis termelő munkát is jó lenne, ha végeznének. Úgyhogy ez egy eléggé összetett és logisztikát igénylő feladat a mai viszonylatban, például tehát Dunántúlon nincs is, tehát nem is ismerik azt, hogy közmunka, tehát ez rácsodálkoznak, amikor itt Szabolcsból ilyenekről beszélünk. Úgyhogy ez egy lényeges momentum a településnek, hogy annak a rétegnek is munkát tudjunk biztosítani, akik már máshova nem tudnak elhelyezkedni. Gondolom az intézmények épületének fenntartása az is egy fontos dolog az önkormányzatok szempontjából, és ennek kapcsán pedig a szociális otthont fogják korszerűsíteni, hogy energetikai szempontból is rentábilis legyen ugye a fenntartás. Így van, ennek most zajlik a közbeszereztetés, egy 120 milliós pályázatról beszélünk. Napelemek, ablakcsere, szigetelés, fűtéskorszerűsítés, amely hát persze több ütemben fog zajlani, az idősek jelenleg is ott élnek, laknak, tehát ezt le kell szervezni, de úgy gondolom, hogy ott is komoly megtakarításokat fogunk elérni, illetve hát tavaly a gazdasági nehézségek kezdetekkor mi már a tavalyi évet is úgy indítottuk, hogy egy-két ingatlanunkat bezártuk, tehát már próbáltunk rákészülni a tavalyi télre, és hál' Istennek, hát persze nem volt kemény tél, de
de tehát úgy gondolom, hogy jó volt az irány ilyen megfontolásokból. Úgyhogy már ennek az évnek már kicsit nyugodtabban megyek neki. Tehát látom a pénzügyi mutatókat, illetve azokat a számokat, hogy mit is tudtunk megspórolni, illetve hol kell még szorítanunk, illetve olyan műszaki megoldásokat iktattunk be, vagy hogy is mondjam, amelyek tehát mondjuk a fatüzelés irányába mozdították el az épületek fűtését, és ezzel nagyon sokat tudunk spórolni. Tehát az önkormányzatnak TSZ útjai vannak, illetve olyan erdős részei, ahol még számítások szerint 10-20 évig még ki tudunk fűteni fával a településen nagyon sok intézményt. De a szociális otthon korszerűsítéseinek nem azt akarta, hogy akkor fával kezdenek el fűteni, hanem... Most is fával fűtünk. Jövőben is szeretnénk fával fűteni, tehát lesz vegyes tüzelésű kazán, persze lesz modern gázkazánok is, de én úgy gondolom, hogy a mai világban ez vidéken nem elvetendő, hogy fával fűtenek az intézményekben az önkormányzatok. Zajlik a nyírteleki út felújítása is, ezt miért tartják fontosnak? Így van, hát ez is egy régi álma a településnek, mondhatni 20 éves álma, mi csak úgy hívjuk, hogy TSZ út, tehát ugyebár még ez a TSZ időkben valósultak meg, persze akkor nem ekkora forgalomra voltak kitalálva, illetve hát a mai nagy mezőgazdasági gépek már tönkre verik ezeket az utakat, de a lakosság szempontjából, illetve az autópályára való feljutáshoz ez mindenképp szükséges lenne, hogy minél hamarabb be tudjunk kapcsolódni a gazdasági vérkeringésbe még jobban, és nyírteleken keresztül így akár 10 perc alatt fent lehetne lenni az autópályán, tehát azért egy jelentős beruházás lenne. Jelenleg a felére van meg a pályázati pénz, egy 300 milliós beruházás, egy 5 kilométeres szakaszról beszélünk, és akkor hát, amíg az éve megnyílik egy másik lehetőség, és akkor befejezzük a teljes útszakaszt. És a fejlesztésekről kell beszélni, akkor a csapadék vízelvezetés, hát ez mindig örök sláger téma, gondolom minden település életében, így önöknél is, hogy állnak ezen a téren? Így van, itt a top pályázatokon belül, illetve a top pluszban is a második ütemet, tehát két ütemet sikerült megnyernünk, 2-300 milliós projekt, a másodiknak még most zajlik a engedélyeztetése, tehát ez tavasszal fog kezdődni előre láthatóan. Én úgy gondolom, hogy mindig először csináljuk meg a föld alatti dolgokat, illetve az olyan beruházásokat, amelyek előbbre valóak, és majd utána foglalkozunk az utakkal, mert nagyon sokszor belesnek a települések abba a hibába, hogy fordítva, és akkor mindig, amikor már kész egy út, akkor már fájó szívvel szabdalja szét az ember, tehát ezt fordítva próbáljuk most mi ezt csinálni. Tehát jövőre szeretnénk majd az útfejlesztésekbe komolyabban bekapcsolódni. Most optikai fejlesztések lesznek még a Telekom részéről, úgyhogy még van mit furkálni a településen, azokat fejezzük be, és majd utána fogunk az aszfaltozásos dolgokra rátérni. Az útfejlesztéshez pedig a kerékpárút fejlesztés is hozzátart. Hát igen, egy kicsit ez is hozzákapcsolódik. Gávától Paszabig már engedélyeztetés alatt van egy szakasz. Még van egy Balsától a településen átvezető szakasz, amelynek még a nyomvonala még mindig nincs letisztázva, mert több variáció is képbe van még. Ezzel lesz egy egyeztetés majd november végén államtitkár úrékkal. Egy kicsit hozzákapcsolódva a tokai turisztikai körzethez vagy a vonzerőhöz, tehát ezt is minél hamarabb jó lenne megvalósítani, de mondom, tehát egy szakasz ennek már, én nagyon remélem, hogy jövőben el tud kezdődni. Beszéljünk akkor a jövőről, hát itt áll előttünk a tél, és hát ugye azért tavaly eléggé megrettent szerintem mindenki, minden önkormányzat is. Most hogy állnak a tél előtt, mennyire félnek, vagy nem félnek a téltől? Hát ahogy mondtam is, tehát a tavalyi téltől jobban féltünk. Most már látjuk ugyebár a számokat, a villanyszámlákat, a gázszámlákat, illetve most már bátran beindítottuk, illetve szükség is volt azoknak az épületeknek a beüzemelésére, gondolok itt például az új bölcsödénkre, amelyet éppen ezért nem indítottunk be tavaly, mert nem láttuk, hogy hova fog ez a gazdasági történet kifutni. De a gyerek létszámunk ezt már most már meghatározza, tehát nem is tudtuk volna zárva tartani, tehát muszáj volt megnyitni, de ott is van fafűtés, tehát ott is tudunk. De én úgy gondolom, hogy nyugodt szívvel megyünk neki, és a lakosságnak is már be van tárolva a szociális tűzifa, tehát mondom, vannak tartalék fa készleteink, amelyekből én úgy gondolom, hogy a rászorulókat, illetve a települést bármilyen szinten el tudjuk látni majd a tél folyamán. És az önkormányzat is persze, tehát én úgy gondolom, hogy stabil lábakon áll gazdaságilag, úgyhogy nem hiszem, hogy
fennakadást fog okozni ez a tél nekünk. Az iménti percekben azért átbeszéltük az éppen zajló, meg már a lezárult fejlesztéseket, amelyek majd vélhetően azért 2024-ben is áthúzódnak, de van-e esetleg olyan fejlesztés, amiről nem beszéltünk, és mondjuk 24-ben mindenképpen szeretnék megcsinálni? Több fejlesztésen dolgozunk, egy kicsit visszacsatolva a turisztikához is, tehát Vencselőnek, illetve a Vencselői részen, a Tiszaparti részen, a kastélyhoz kapcsolódva egy kicsit, tehát a Tiszaparti részen szeretnénk meglódítani a turisztikát, illetve a hajózáshoz kapcsolódó dolgainkat. Ezzel lesznek még majd egyeztetések ezen a héten is, amit mondtam, egy kicsit régiós dologba is gondolkozva, illetve hát a kerékpárút, ami nagyon sarkalatos, aztán van még egy kastélyhoz kapcsolódó elképzelésünk, illetve a kastély szomszédságában egy szállásos, apartmanos fejlesztésbe gondolkozunk egy helyi vállalkozóval, aki szintén nagy potenciált lát az ide érkező turizmusba majd, tehát kicsit egy Tokajhoz húzva. Hát ami turisztika, az tulajdonképpen ennyi. Egy kicsit még ide sorolnám azt, hogy van egy régi KTS-ünk Vencselőn, amely kicsit gazdasági beruházást szeretünk volna belőle megvalósítani, egy belügyes beruházás kapcsán, de az nem jött össze. Ezért gyorsan átgondoltuk, és most ott is lehet ilyen szállásos vonalon szeretnénk majd elindulni turisztikában. Tehát van sok elképzelésünk. Tehát akkor a koncepció, tervek léteznek. Rendben. Na hát ehhez pedig akkor sok sikert kívánunk önöknek. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Még egy hétig lehet jelentkezni a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszerpazarlással kapcsolatos felmérésére. A szervezet olyan önkénteseket keres, akik egy héten át naplóba rögzítik, hogy milyen élelmiszert és mekkora mennyiségben dobtak a kukába. A beérkező adatokból derülhet ki, hogy országosan a megvásárolt ételek hány százaléka kerül a szemétbe. Megdöbbentő adat, de tavaly átlagosan 40 ezer forint értékű élelmiszert dobtunk a kukába. Jó napot! Egy szállángolt kolbászt szeretnék. Igenis. Kérem, mit csinál? Miért cipelne annyit, hölgyem? Az ételek egyharmada úgyis a szemétbe kerül. Nagyon meglepődött a vásárló, hogy a hentes levágott egy jókora darabot a húsból, pedig az élelmiszerek egy része valóban a kukában landol. 7 évvel ezelőtt évente fejenként 33 kg ételt dobtunk ki a szemétbe. Ez a mennyiség tavaly már csak 24 kg volt. Szeretnénk egy körképet készíteni idén is arról, hogy mi magyarok mennyi élelmiszer hulladékot termelünk, és rögtön el is mondanám, hogy nem minden élelmiszer hulladék pazarlás. Pazarlás az, amit feleslegesen vettünk meg, tárolgatjuk egy ideig otthon, esetleg még ételt is főzünk belőle, majd kidobjuk, ami egyébként ehető lett volna. A élelmiszer hulladékok másik része egyébként nem pazarlás, hanem minden háztartásban keletkezik, ahol sütnek, főznek, például kávézac, vagy tojáshéj, vagy csirkecsont, vagy zöldségeknek, gyümölcsöknek a nem emberi fogyasztásra szánt részei, héja, például magjai. Ezek a nem elkerülhető élelmiszer hulladékok, ezeket nem hívjuk pazarlásnak. 2016 óta mérjük föl ezt Magyarországon, ezzel egyébként az Európai Unióban az egyik első ország vagyunk, és így az eltelt évek alatt egy tendenciát is ki tudunk már rajzolni. Azt mondhatjuk, hogy nagyon jól alakult az élelmiszer pazarlási statisztikánk, hiszen az összes élelmiszer hulladék mennyiségét is csökkenteni tudtuk 2016-os 68 kg-ról 60 kg per fő per év adat alá, és a pazarlás rész még jobban csökkent. 2016-ban ez 33 kg volt, és most pedig 24 kilónál járunk. Ez még azért mindig, ha belegondolnak a kedves nézők, akkor még mindig egy elrettentő szám. Ennek az a pénzbeli értéke, az kb. 40 ezer forintot jelent fejenként, de úgy is fogalmazhatnék, hogy abból, amit mi magyarok feleslegesen megveszünk és utána kidobunk, körülbelül még 400 ezer ember lakhatna jól napi háromszori bőséges étkezéssel. Ezt a mennyiséget 2030-ig kellene lecsökkentenünk a felére körülbelül,
ezt várja el az ENSZ a világ országaitól, és az Európai Uniónak is van egy ilyen kitűzése, egy ilyen célkitűzése, és ezt mi Magyarországon is bizony szeretnénk betartani. A felmérés egy uniós program része. Folyamatosan figyelik Európában, hogy mekkora mennyiség kerül a szemétbe. Világviszonylatban nem áll rosszul Magyarország. Világviszonylatban sajnos nagyon kevés az adat, de Európában most már mások is mérik. Sokkal jobbak vagyunk, mint az Európai Uniós átlag. Hozzáteszem rögtön, hiszen valószínűleg sok emberben felmerül, hogy az infláció biztosan nagyon sokat segített rajtunk, idézőjelben. Hát bizony az élelmiszer pazarlásra azért hatással volt, észrevehetően takarékosabban bánunk az élelmiszerekkel, csak azt vesszük meg, amire szükségünk van. De a csökkenés nagyobbik részét még korábban hoztuk össze, tehát az infláció az csak kiegészítette, tehát még egy 15-20%-os javulást értünk el, de nagyjából 80%-át a csökkenésnek az infláció előtti időszakban hoztuk össze, hogyha fogalmazhatok így. Maga a szemléletváltozás nagyon jól nyomon követhető volt a lakosságnál. Ebben kiemelném a média szerepét, hiszen az újságírók nagyon sokat foglalkoznak a kérdéskörrel, úgyhogy nekik nagyon hálásak vagyunk, valamint a pedagógusokat. Nagyon sok iskolában téma ez már, általános iskolában, középiskolában minket is sok helyre hívnak. Vannak is ilyen tananyagaink, amik a maradéknélkül.hu weboldalon elérhetők. Bárki, aki pedagógus, vagy akár anyuka, vagy nagymama, vagy nagypapa, használhatja ezeket az anyagokat, és tud egy pár perces, izgalmas elfoglaltságot akár lefekvés előtt is kreálni így a gyerekével, tehát akár esti mese helyett is egy-egy ilyen nébikes, maradék nélkülös videót le tud vetíteni. Úgyhogy a gyerekkori szemléletformálás volt egy másik nagyon fontos lépés, és azt tapasztaljuk, sok ilyen visszajelzés érkezik hozzánk, hogy a gyerek otthon beszél róla, és utána a szülő, amikor összefut a Nébih programjával, akkor küld egy e-mailt, vagy egy Facebook posztot, hogy nálunk is volt szó erről az iskolában, a gyereknél, és hogy nagyon érdekes információkkal jött haza. Tehát a gyerekek büszkék arra, hogy ők valamit tudnak mutatni a szülőknek, vagy valami izgalmas új dolgot tanultak. Tavaly rekordszámú jelentkező volt a felmérésre, csaknem 1800-an vettek részt benne. Ez azt jelenti, hogy 500 háztartás adatai érkeztek be a hivatal központjába. A számokból az derült ki, hogy a készételeket dobjuk ki leginkább a szemétbe. Az első helyen a készételek szerepelnek, főleg, hogyha vendégeket várunk, akkor hajlamosak vagyunk irreálisan nagy mennyiségeket sütni, főzni. Ezzel alapvetően nincs baj, csak legyen hely a fagyasztóba, hogy el tudjuk ezeket még időben tárolni, és persze onnan majd ki is kell venni. Második helyen állnak a zöldségek és gyümölcsök, harmadik helyen pedig a pékáruk. A pékáruknál egyébként nagyon szép javulás volt érezhető. 2016 óta lefeleztük a kidobott pékáruk mennyiségét. A felmérésre még néhány napig lehet jelentkezni. Maga a naplózás november 10-én indul, és december 17-éig tart. A maradéknélkül.hu weboldalon található rövid regisztrációt kell csak kitölteni, vagy a Maradék Nélkül Facebook oldalán is ugyanezek az információk elérhetők. A háztartás lehet egy személyes, de lehet akár 10 fős is. Igazából számunkra jó is, hogyha minél többféle háztartás jelentkezik. Az önkéntes háztartásoknak egy hetet kell kiválasztaniuk, még a karácsony előtti időszakig bezárólag, és ezen az egy héten minden egyes élelmiszer hulladékot meg kell majd mérni, ami otthon keletkezik. Ehhez, hogyha nincsen az adott háztartásban konyhai mérleg, akkor ezt is biztosítani tudunk az első 200 háztartásnak. És az élelmiszer hulladékokat egy naplóba kell bevezetni, ez lehet online vagy nyomtatott napló, ezt bármelyiket rendelkezésre tudjuk bocsátani. És megköszönjük a háztartások részvételét még néhány ajándékkal, amelyek között lesznek hasznos tárgyak is, amelyek hosszú távon is jól használhatók egy háztartásban. Ugyan jelentősen csökkent az elmúlt években a kidobott szemét mennyisége, de még mindig elmondható, hogy évente annyi étel kerül a kukába, hogy abból Nyíregyháza lakossága 3 éven át naponta 3-szor jól lakhatna.
Eddig tartott ma a 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között Ibrányba látogatunk, és vendégünk lesz dr. Kis Csaba házi orvos az influenza elleni védőoltásokkal kapcsolatban. Számítunk figyelmükre akkor is. Viszontlátásra!